miből lesz a cserebogár, avagy ki, hogyan és milyen tudás megszerzéséhez segít hozzá az óvodáskortól egészen a felnőtt létig. Tanuljunk iskolában vagy otthon önszorgalomból, a lényeg egy és ugyanaz. Új ismereteket megszerezni, hogy aztán valamilyen előnyre tegyünk szert. A rendszeresen jelentkező oktatási magazinunkban Soroksáron is arra vagyunk kíváncsiak, hogy különböző intézményekben és eltérő életkorokban hogyan vesz részt az ember a tanulás varázslatos folyamatában, mert hiszünk benne, hogy a tudás olyan érték, ami lépéselőnyhöz juttat. Ha ősz, akkor bizony sűrű vendég a hűvös szellő és az eső. Ha viszont vendégségről beszélünk, akkor must és bor is kerüljön az asztalra. Ehhez pedig rengeteg munkára van szükség az őszi szüret idején, amíg elkészül a számtalan színben és ízben is kedvelt nedű. A Török Flóris Általános Iskolában szüreti fesztivált tartottak, és felelevenítették az ahhoz kapcsolódó népi hagyományokat. A programok sikerét mutatja, hogy évről évre egyre nagyobb számban vonták be a gyerekeket. Először egy osztály, majd egy év folyam, most pedig az egész suli szüretelt. Az osztályok forgószínpadszerűen vettek részt a programokon, így aztán mindenki megismerkedhetett egyebek mellett a szőlőpréselés technikájával. Elsősorban a népi hagyományokat érezzük a magunkénak, és mivel a tánccsoportunk már régóta, ugye 5 éve működik, és ezen a vonalon is egyre közelebb kerül hozzánk ezek a népi mesterségek, illetve a hagyományok, ezért gondoltuk, hogy jó lenne ilyen szinten is ezt feleleveníteni. Elsősorban arra próbáltuk felfűzni ezt az eseményt, hogy minél több természetes dologgal találkozzanak a gyerekek, tehát lássák azt, hogy annó még a régi időkben milyen módon lehetett megtermelni maguknak a mustot, illetve a bort, és lássák azokat a játékokat, amelyekkel azért elfoglalhatják magukat a mai modern játékok mellett is, és hogy ez milyen örömöt ad nekik, és szeretnénk ezt egy ilyen közösségépítő jelleggel is működtetni, valamint nagyon szeretnénk, hogy a néptánc még inkább vonzza a gyerekeket, és meglássák ebben is a szépséget és az örömöt. Minek van a legnagyobb sikere, hogy látja a tanárnő, évről évre bővülnek a programok, mi az, aminek nem szabad kimaradnia ebből a napból? Hát most úgy látom, hogy a taposás a legnagyobb szám, ez az idei új attrakció, tehát az, hogy lehet taposni, meg dagonyázni benne, ez úgy látom, hogy nagyon tetszik minden gyereknek, és a népi játékoknál még csak bekukkantottam, de úgy láttam, hogy ott is jól érzik magukat a gyerekek. Úgyhogy a többi program az már bejáratott, azt ismerjük. Még a Gyuri bácsit szeretném majd megnézni, mert rengeteg érdekes hangszert hozott, és ezt én is kipróbálnám majd. Na, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy honnan hozták az eszközöket, és kik a szakemberek, akik segítkeznek ebben a mai napban, mennyire autentikus az, ami most itt történik az iskolában. Hát a préselésnél az osztályfőnökök segítenek a gyerekeknek, a szülők hozták be a préseket, illetve a darálókat, tehát a szülői munkaközösség segítségét is igénybe vettük. Igazi bioszőlőnk is van, azt éppen tapossák a gyerekek. A Szilvási Károly hozta nekünk ürömről, ő az Ürömi Öröm Néptánc műhely vezetője, és ő ezt a saját szőlőjében szedte, tehát ez biztosan ellenőrzött helyről származik. Aki mellette segédkezik, ő Siska Tibor, ő a Szatmár Tánc Együttes alapítója, aki minden évben velünk jön táborozni a Kisdunamente Toppantó Néptánc csoportnak a táborába. És még azt hadd mondjam itt el, hogy neki a felszállott a pávába is bekerült 2 tanítványa, úgyhogy nagyon vele együtt örülünk. És a hangszereknél az is mind dióból, gesztenyéből, fából, tehát mind természetes anyagokból készült. A népi játékok pedig szintúgy. Szerintem ott műanyagot nem nagyon találunk majd. Thank you.
és ne essen le. Nehéz ezt megcsinálni? Nem. És hogyan gondolod ez a játék, ez mennyire tetszik neked? Kicsit, mert néha leszokott esni. Tök jó! Mi benne a jó? Hát, hogyha jól látom, akkor tulajdonképpen ez egy viszonylag egyszerű mozdulat, ütni kell, nem? Igen, igen. És kell ezen gondolkodni valamit, hogy hogy kell ezt csinálni? Egy kicsit, hogy hol fog ütni, meg hogy... Ki áll nyerésre? Most én? Egy picit. De nyugtass meg, azért ez nem fáj, ugye? Nem. És itt valami régi ellentétet próbáltok egymáson elporolni? Ne, de egy kicsit igen. A veszekedés. Annak idején a seregélyeket ezzel üzték el a szőlőföldre. Ez nagyon egyszerű egy fadarab, pár dió, kis lukat fogunk a dió, hogy ugye szóljon, ugyanis ennek kell megszólalnia. És a pörgetés közben, ugye most már könnyítve van ilyen golyókkal, ez pedig ilyen ülés, autóülésből szedtem ki. De ilyen újrahasznosított dolgok vannak általában. Megpörgetjük, és meghúzom, és akkor megengedem, hogy pörögjön. Amíg megáll, akkor megint. Ahogy megáll, ugye erre gondolták a seregélyek, hogy fú, ez egy sasfaj valami ragadozó madár, és rögtön elrepültek. Vagy pedig készítettem már olyan nagyot, ami már szinte horkol. Na, erre biztos, hogy nem repültek el a seregélyek. De nagyon szép van. Nyáron, amikor nagy meleg van, akkor így friss levegő. Ugye? Milyen ventilátor. Tényleg jó. Mikó György hobbija, sőt szenvedélye a hangszerkészítés. Elmesélte, hogy nem képzett zenész, de úgy véli, édesapjától magába szívta a zene szeretetét. Mikó György valósággal elkápráztatta a gyerekeket népi hangszereivel, amiket jó részt saját maga készített. Itt vannak ezek a diócserék, ezek készülhetnek akár egyes fából, vagy kettesből, itt van egy kettes, vagy ugye hármasból. Ez nagyon egyszerű, össze kell ragasztani a diót, utána kifúrom, hogy ráfőjön a kotora, lefixálom a végét, hogy ne csúszson le, mert persze kavicsokat töltök bele, apró, egész apró kavicsot, és akkor így lehet le csörézni. Most már muszáj megkérdeznem, mennyi hangszert megismerve, hogy honnan veszi az ötleteket ezeknek az elkészítéséhez? Igazából sajnos annyira őstehetség nem vagyok, hogy bár már találtam ki dolgot, de az úgy nem olyan nagyon-nagyon jó. De ezek ilyen kombinációs alapokon, tehát valahol amit látok, akkor na gondolom, ezt meg lehetne esetleg csinálni, vagy hogy lehet megcsinálni, és akkor úgy kitalálom. Tehát így kezdve. Mégiscsak kell ehhez valami előképzettség, vagy valami zenei gyakorlat, nem? Hát igazából zenélek, nem vagyok zenész, mert nem képzett zenész, hanem ilyen öntanító volt, vagy hát szüleim, ugye apám zenész volt, de hát őtől nem nagyon tanultam, de lehet, hogy örököltem valamit, és hát így magamtól kezdtem el zenélni, és hát egy pár dolgot azért készítek, főleg a pánsipokkal játszom mostanában, vagy Tilinkóval például, ezt ugye mindenki ismeri a Tilinkót, ez egy magyar hangszer is. Tilinkót, vagy esetleg egy-egy pánsípot ismerhetnek az emberek, de itt nagyon sok olyan hangszert látok, amit még életemben nem láttam, nem hallottam megszólalni. Van sikere? Keresik? Szeretik? Igen, szeretik. Igen. Főleg az, hogy tágítja a gyerekeknek a... Tehát fejleszti a képességeket, hogy mit lehet valamivel csinálni, vagy hogyan lehet megszólaltatni, meg milyen variációk vannak, ez nagyon szeretik. Meg ugye érdekes mindenkinek, hogy... És nem is hoztam sokat, tehát ennél sokkal több létezik. Mennyi idő elkészíteni ezeket a hangszereket, és mennyire nehéz beszerezni a hozzávalókat? Nagyon sok természetes anyag van, meg újrahasznosított anyag is van. Igen, hát ezt én gyűjtöm már évek óta, és azokat dolgozom fel nagyjából. Tehát így mondjuk könnyű, ugye tárolni kell valahol, amíg az ember meg nem csinálja, és hát addig ugye a családnak el kell tűrnie,
hogyha ilyen dobozok vannak, amivel mandula van például. És akkor azt meg kell pucolni a diókat, és ugye szeretik ugye megenni a belét, de helyet nem kell dobni, hanem abból is lehet valamit készíteni. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek esetleg itt ihletet adtunk, akkor meg is próbálhatja, otthon sikerülni fog? Nem hiszem én azt, hogy az olyan könnyű. Mondom is a gyerekednek, hogy ezt ti is meg tudjátok csinálni, hogy hogyan kell. Ugye a diót összeragasztjuk, kifúrjuk, és akkor ráhúzzuk, hogy, hogy jó legyen. És akkor bezárjuk, ez kész. Nagyon egyszerű dolgok. Ez tényleg meg lehet. Én igazából ezt egy afrikai, például Afrikából láttam egy olyan terménycsörgöt, amiben ilyen, de ez nem, ez fából van. De egy ilyen ásrákvának hívják azt a terményt, ami igazából az hamutartót jelent, de az anyagára, hogy lecsapják még zölden, és akkor használják hamutartónak. De ebből készítik ezt a hangszert, ami itt különleges. Szünet. Hát ez ilyen. És ennek az ötlete volt 3-4-5 volt egy ilyen rudon, és én gondoltam, hogy dióból meg lehet. Megpróbáltam, és sikerült, és azóta szeretik. Mert hát ugye nem olyan drága, mint az eredeti hangszer. Nincs fesztivál táncház nélkül, ezért aztán a török florisban sem telhetett el úgy a nap, hogy ne táncoltassák meg a gyerekeket. Gyémántcsontos Lívia és Gyémánt Ádám már régóta tanít a néptáncot az iskolában, most pedig egy dudással érkeztek a fesztiválra, mely valódi utazásnak bizonyult a szőlőtermőföldekre.